és fegyvernek ellen is kezdett csörögni, azonban a Karcag Televízió nézői most először találkozhatnak vele. Nagy Roland. Lövésre biztatják, ő inkább egy mélységi indítást választ. Szívós Gergő pedig mutatja, hogy hát egy kicsit azért megdolgozták őt ott a büntető területen belül. Domokostól pedig a segítség hiányát kéri számon. Nos, hogy a tószegieket is szép számmal elkísérték a vendégdrukkerek találkozó elején. Ők is hallották egy picit a hangjukat. Belényes jön, és övé a labda. Szép összjáték. Lehet forogni, ketten is spriccolnak, Kuruc és Bodnár, most egy kicsit lelassul az akció, ez az indítás viszont nem a legjobb papnak. Szívós Gergő szépen hozza most ki a csapat. Terjék pedig már indulna, ezek szerint nem volt lesen, azt mutatja a partjelző, hogy mehet tovább a támadás, nagyon egyedül Terjék. Most néz föl, inkább csinál egy csel, Terjék, aztán a lövés. Nem volt már benne annyi erő, Gyurkó leér rá. Nagy. Ez is a rövidre kanyarodik. Valakiről kikerül a labda, talán a gólvonalon álló fekete mezesek voltak azok, akik hatástalanították ezt a helyzetet. Szép váltás, ezzel viszont lehet kontrázni. Szélvíz gyors, kaszab. Megkapja a labdát Pap, nincsen középentás. Pap így kénytelen volt balla a kapura tűzni. Túl mély volt a lövés. Figyelnünk kell. Két-három paszból átszaladtak a fönnmaradó karcagiakon. Tószegi helyzet. Erdei. Nagyon finom csel Erdeitől, megcsinál még egyet, most már lehetne lőni. Jócskán fölé bombázott. De az, hogy ő oda jutott, hogy kapura lőjön, az a két finom csel, az olyan Erdei Tibisre sikerült. Szezonokon keresztül nagyon sokat láttunk ebből. Mostanában sajnos egyre kevesebbet. Gyurkó. Elszámította a csapatkapitány Kis Balázs, hogy hova fog érkezni a kirúgás. Domokos már, Erdei. Szívós Gergő. Laposan, Domokos Attila. Nagy helyzet, sikerül beleállni, Csató blokkol. Időnként mint ki és a vajon úgy tud átmenni a karcagi csapat a tószegi csapatrészek között. És hiába jutottunk el lövésig, ez sem talált kaput. Nagy Roland jött ki, eszik egy falatot róla. Tudni kell ugye, hogy cukorbeteg, magyar cukorbeteg válogatott labdarúgója. És mire ezt elmondom, megvan a vezetőgól, Szívós Gergő fejéről a tószegi kapuban köt ki a játékszer. Hát ha ez a helyzet, akkor jöjjön ki minden szöglet előtt. Enni egy csokit, Nagy Roland, jó men, szép fejes. 1-0-ra vezet a karcagi csapat. Kis. Bodnár. Nagy belepiszkál, még mindig Pelles. Kis Balázs, és a lövés, Belényesi, másodjára megvan. 24. perc, 1-0-ra vezetünk. A kis piros pedig lehet, hogy meghozta a második karcagi gólt. Nagy a készülődés középen. Szívós és Domokos is a labda mögött. Gyurkó állítgatja a sorfalat. Nagyon föl kell rá készülni. Szívós Gergő teker, és egy vétetetlen nagy gólt teker. A jobb felső sarokba 2-0 az állás. Szívós.
Jó labda, mellel tudja lekezelni Nagy Roland, és most a tekerés, Gyurkó nagyot véd, aztán pedig sikerül kibombázni Kásának. Telles. Bodnár. Nagyon komoly megoldás volt, Szőke kis ilyen becsapta Belényesit. Vetődve lábbal valahogy még visszakotorta a mezőnybe. Kis. Bodnár. Nem támadjuk. Lövőhelyzet. Megpattan és átpattan Belényesi feje fölött. Elindult a hosszú irányába. Valakinek a lábán azonban fölperdült. És így már nem tudott vele mit kezdeni Belényesi László. Bodnár. Megint egy nagy helyzet, megint egy lövés, és bekúszik az alsóba az egyenlítő tószegi gól, Papp Dávid eredményes. Volt már 9 és 7 gólos meccsünk is, de Rákóczi falván is egy 6 gólt hozó találkozót játszottunk. Most is tényleg az a lényeg, hogy egyel többet lőjünk, mint az ellenfél, mert bizony hátul, amikor csak lehet, kapitulálunk. Belényesi! Jól jött a kapuból. Terjék, Nagy és Domokos is szívesen elvállalná, de Domokos karjelzéséből ítélve könnyen lehet, hogy ez majd Terjéké lesz. Így bizony, Gyurkó kipaskolja, aztán pedig Nagy előre rávetődik. Nem volt annyira helyezve. Gyurkó így sem mert elsőre fogni. Az oldalról íveltük be az elsőt is, amiből megszereztük a vezetést a meccsen. Akkor is Terjék adott középre, most is ő érkezik és gyűjti össze a labdát. Nagy a tumultus az 5 és felesen belül. Megint a rövidre, nem sikerül csúsztatni, és aztán nem kerül be, hatalmas lehetőség a kapu előtt. És kisebb komikus jelenet, a kapus már a vonalon belül feküdt. Valahogy mégis a gólvonal előtt sikerült tartani a labdát. Terjék. Kovács. Nagy. Szép összjáték, Szívós Gergő, Zitzer, 3-2-re vezetünk. Erdei, visszafogja őt ki is. Erdeit azonban nem lehet felborítani. Nagyon jó szóló Erdei lábbal a kapus. Talán kézzel nem volt elég mersze elévetődni, lábbal azonban levarázsolta Erdeiről. Tébi úgy játszik, ahogy szerintem az elvárható tőle. Nagy kedvel, fineszesen, ügyesen. Kovács! Terjék, Erdei. Most egy balos, ez is fölé megy. Domokos, ez most szép összjáték. Nagy Roland. Domokos, remekül megy el kaszab mellett. Abe pass sem rossz, Erdei azonban lemarad róla. Érthetetlen, ebbe is akár bele lehetett volna vetődni. Nagyon nagy helyzet volt. Visszaadták a labdát, ennek köszönhetően azért nem is támadnak le a tószegiek. Kurucz megpróbálkozott vele, de egyedül kevés volt. Erdei nagyon jó ütemben lép ki a védők közül. Erdei el lehet dönteni, Gyurkó véd! Kovács, bent van. Nagy Roland.
Ott pattog, Erdei nem figyel oda. Megint egy nagy hiba. Katona. Nagy. Nagy Roland, jó a testje, most a bal lábán, még mindig nagy. Lágy emelés, ó, de pazar gól, 4-2. Szívós. Kovács. Nem volt rossz beadás, Katonát egy kicsit lökték, Erdei lövése pedig nem pattog be a hosszúba. Erdei, Nagy Roland, Katona lép be az akcióba. Kis, rálövi, szépen véd Gyurkó. Csörögi nem tudja elrugni kaszab lábai között, inkább visszaforgatja, és a biztosat választja. Szívós. Hosszú labda, nagyon jó lövés, és ott az ötödik karcagi gól. Domokosnak is csak elsült a lába. Gólszerző Domokos Attila, 1-5-2 arányba vezet a hazai csapat. A gólszépség versenybe Domokos, Szívós és Nagy Roland is benevez. Nagy! Egyel tovább, Domokos Attila fölé rúgja. Hihetetlen nagy helyzet volt ez is. Nagy pedig annyira önzetlen volt, pedig már ő is bebombázhatta volna. Ehelyett Domokos fölé lövi. Sokkal nehezebb szituációban váltotta a helyzetet gólra, mint ez volt. Marad az 5-2. Pelles. Bodnár. Messziről önbizalomnak nincs hián. Ma újra úgy játszottunk hazai környezetben, ahogy az elvárható és ahogy az illik. Karcagon játszani, könyörtelenül, tetszetősen. Katona, megvan egy csel, most a lövés fölé. Tamás, a tószegi csapat vezetőedzője. Az első fél időben még 2 gólos hátrányból sikerült fölállni, aztán a másodikban már hiányzott az átütő erő a csapatból. Hogyan értékeli a találkozót? Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy a körülményeinkhez képest mindent kihoztak a fiúk a mérkőzésből. Aki tudja, milyen lelki dolgokon mentünk keresztül az idén, aki tudja, hogy a héten sajnos mennyire nem tudtunk készülni a mérkőzésre. Ráadásul a mai nap is még ér bennünket olyan hír, hogy sajnos csak 13-an tudtunk eljönni a mérkőzésre. Ez is befolyásolta, úgy gondolom, hogy talán fejben nem tudtunk itt lenni a mai mérkőzésen. A tavalyi szezonban újonc volt a tószegi csapat a bajnokságban, akkor éppen, hogy sikerült a vonal fölött maradni. Ebben az idényben is ez az elvárás, vagy vannak vérmesebb elvárások? Nem kimondottan elvárásaink vannak. Mi minden mérkőzésen szeretnénk a lehető legtöbbet kihozni abban, ami a srácokban, illetve bennünk van. Hogy ez mennyire sikerül, ennek nagyon sok összetevője van, de nem panaszkodni akarom. Megyünk az úton tovább, dolgozunk keményen. Minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a mérkőzésből. Tóth Tamásnak köszönjük szépen, és kívánom, hogy ez így sikerüljön a továbbiakban. Köszönöm szépen én is. Orosz Istvánnal beszélgetünk. Pisti, gratulálok a győzelemhez. Ma végre hatékony volt a támadójáték. A második félidőben szilárd volt a védekezés. Hogy láttad belülről a meccset? Hát ezt kértem a fiúktól, hogy a helyzeteinket használjuk ki, mert mindig
múlt héten is Törökszent Miklóson is, ha berúgjuk a helyzeteket, akkor azt mondom, hogy lehetett volna még fordító is az a 3-0. Hál' Istennek az elején sikerültek a helyzeteinket kihasználni. Sajnos, amire felhívtam a figyelmet védekezésre, hogy 30-on belül a támadó harmad, vagyis a mi védekező harmadunkba álljunk oda, ne forduljanak meg, ne lőjenek. Ebből megint rúgtak két olyan gólt, amit elkerülhettük volna mind a kettőt. Próbáltam felhívni a figyelmet fél időbe, hogy azért a játékunkkal nincs gond, helyzetek megint lesznek, a védekezésünkre meg oda kell jobban figyelni. A védekezés az csak akarat kérdése, meg figyelés kérdése. A másik fél időben már jobban oda koncentráltunk a védekezésre, nem is voltak szerintem nagy helyzeteik, és a második fél idő közepe fele pedig már eldöntöttük a mérkőzést, sikerültek a helyzeteinket értékesíteni. Úgy érzem, hogy a végére már sima mérkőzés volt. Több kulcsjátékosunkat is nélkülöztük a mai napon. Mennyire vagy elégedett az őket pótlókkal és a fiatalokkal? Hát itt Karcagon már hagyomány, hogy nagyon sok fiatalt ki kell próbálni egyéb okok miatt. Hát Zolikán se volt, mert főiskolai elfoglaltsága volt, Kupai Krisztián sérült sajnos már két hete, úgyhogy én tisztában vagyok a fiatalok képességeivel, de idő kell nekik, hogy úgymond helyet verekedjenek a kezdőcsapatba, meg is kell küzdeni érte, oda is kell tenni edzésen is magukat. Van olyan fiatal, aki azért nem nagyon szakad meg edzésen, ezt nagyon hiányolom tőlük, de hát azon vagyunk, meg azon leszünk, hogy ezeket a fiatalokat minél hamarabb beépítsük ebbe a karszi csapatba, meg erőt kovácsoljunk ebbe a csapatba, mert ha erőnk lenne, akkor szerintem nem itt tanyáznánk a 8. helyen. Orosz Istvánnak köszönjük szépen, és még egyszer gratulálunk a mai 3 ponthoz. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!